kérdezzem meg, hogy a tornác az mégis mire való, vagy miért találták ezt ki? Igen, most itt egy vályogháznak, egy eredeti vályogháznak a tornácán vagyunk. Ez olyan ősi szó, hogy sokan nem is nagyon szokták érteni, mindenki előszobát mond, vagy gangot, vagy verandát. Valójában ez a tornác, ez egy passzív naphasznosító szerkezet. Az a lényege, hogy a tájolás az a passzív naphasznosításnak az alapja. Tehát egy rosszul tájolt háznál már nehéz bármit is varázsolni. A legtöbb parasztház az jól van tájolva, tehát a bejárattal, a tornácával a déli irányba, vagy a délkeleti irányba van tájolva. Ez mit jelent? A déli és az északi irány között nagyságrendi különbség van a naphasznosítás, fényhasznosítás, hőhasznosítás szempontjából. Tehát, hogyha az ablakok dél felől vannak, azok általában hőnyereségesek, tehát világos a háznak a déli oldala, meleg a háznak a déli oldala, főként ősszel, tavasszal, hát nyáron nyilván, azt arra majd kitérünk, hogy hogyan lehet elkerülni a klímaberendezések használatát. Az északi oldalon pedig lehetőleg, és ez szinte minden háznál így volt az ősidőkben, most nem akarom a szomszédházát mutatni, de amire itt kinézünk a tornácból, azok is lényegében WC-ablakok. Tehát, hogy csak mellékhelységeknek, kamrának, nálunk például a fáskamrának az ablaka néz ki az északi oldalra, és az is olyan picike, hogy túl nagy hőveszteség ne legyen, mert fénynyereség egyébként az északi oldalon szinte semmi. Most miért mondom a dél-keleti tájolást? Ez a falu, ez, legalábbis ez az utca tökéletesen van tájolva, mert a déli tájoláson belül a délelőtti vagy a reggeli napsütés egy kicsit értékesebb, mint a délutáni. Ezt bárki el tudja képzelni egy nyári rekkenő melegben, hogy délután már úgyis elég meleg van, most hova tegyük még azt a sok meleget. Ősszel, tavasszal, reggel, amikor a tornácon besüt a nap, akkor érződik ez a naphasznosítás, ez a passzív szolár hatás. Ha itt megnézzük a falat, ugye ez egy hőszigetelt téglafal, tehát balról volt a vályogfalunk, és jobbról ez már csak a tornásznak a téglaoszlopai, erre hőszigetelés vettéve, és látszik, hogy már alig süt ide a nap, délután 3 óra van. Viszont érezzük, hogy itt meleg van, pedig egy nagyon hosszú tél, egy hófúvásos március 15-e után az első tavaszias nap van. Hát igen, egy hete még szakadtam. Na, egy ilyen első tavaszias napon lehet a szolár hatást a legjobban élvezni, hiszen mihelyt kisüt a nap, abban a pillanatban a tornác az vidám, az meleg, érződik, hogy a fény bejön és a hő nem megy ki. Hát miért nem megy ki a hő? Régen a tornácok nem voltak beüvegezve, de azért a magyar paraszti kultúra előre haladásával azért az üveges tornác kezdett kialakulni. Amikor ezt a házat megvettük, akkor már volt rajta valamiféle üvegezés, természetesen nem egy dupla termoplán üveg. Mire jó az üvegezés, és mire jó a dupla üvegezés? Maga az üveg, az bezárja a levegőt, tehát az üvegház hatásnak azt a részét, hogy nem tud kimenni a meleg levegő, nem tud elszállni a meleg, azt már a szimpla üveg is megteszi, de mivel ennek a tornásznak van egy kis lakófunkciója is, tehát innen ezen keresztül járunk át a fürdőszobámba, nem mindegy, hogy milyen hőmérséklet alakul itt ki, mondjuk karácsony télvíz idején. Ha dupla üveget teszünk, akkor a hőmérséklet az lényegében átlag hőmérséklet a kinti hideg és a szoba melege között, tehát egy kellemes ilyen előszobai hőmérsékletben lehet közlekedni. Magának a tornásznak olyankor igazából hőszigetelő funkciója van, tehát ezt a házat télen szigeteli egy 70 cm-es vályogfal, utána egy másfél méteres tornác, és utána a hőszigetelt külső burkolat, meg ez a kettős üveg. Na most miért nem hármas üveg? Ezt lehet kérdezni. Ma már szinte a hármas, négyes üveg irányába haladnak el az emberek. Azért tornácra az túlzás, hiszen mekkora hatalmas üvegfelület van itt, és azt ki is kéne fizetni. Hát igen. Másrészt ténylegesen jó a hőhasznosítása ennek a helységnek, tehát nem kell annyira hőszigetelni, hiszen nem a hőveszteség a jellemző, hanem inkább a hőnyeresség a jellemző. Van 3 pici kis bukóablak, amely a megfelelő szervezést biztosítja.
Az összes többi ablak viszont nem nyitható, amit egy tornásznál meg lehet reszkírozni. Nyilván a harmadik emeleten ez nehézen tisztítható ablak lenne. Most nem akarok ráközelíteni az ablakra, mert most sem tisztítottuk meg. Húsvétkor már olyan időszak, olyan idő volt, hogy nem lehetett ablakot mosni. Most következik egy kicsit tavasziasabb idő. És az a hő, ami a tornácon bentreked, az hasznosul passzív módon. Mi az, hogy passzív módon? Hát például melegíti a vályok falat. Ha rásüt a nap, akkor közvetlenül, ha pedig hőátadással azért estére csak megmelegszik a vályokfal, és a vályoknak nagy a hőkapacitása, tehát tartja. Most a passzív naphasznosításnak még az egy fontos alap axiomája, hogy milyen a tetőnek a hajlásszöge, előre nyúlása, és hogyan süt be a téli, a nyári, a reggeli, a déli, a délutáni nap. Akkor hát vegyük, hogy az alap eset az, tehát egy jó tornácnál, vagy egy jó napháznál, hogy a tető viszonylag laposan és hosszan előre nyúlik. Ezáltal a őszi, tavaszi, vagy a téli, hát ugye néha kisüt a nap karácsonykor délben, az a lapos szögű napsütés, tehát ilyen 20-30 fokos szög alatti napsütés, az behatol az épületbe, és azt lehetőleg minél jobban föl kell fogni, tehát falakkal, vagy a szobának a mélységébe be tud világítani, és ott hasznosul ez a hő, ez a passzív naphasznosítás. Nyáron viszont, amikor meredeken áll a nap, akkor már az előtető árnyékol. Most a tető meredekségét és előrenyúlását hagyományos eszközökkel elég nehéz befolyásolni, tehát hagyományosan a magyar házaknak 45 fokos a teteje, és csak egy fél méteres előrenyúlása van. A tornácoknál alkalmaztak lassítót, tehát hogy az esővíz ne olyan gyorsan szaladjon le, tehát ott már egy picit laposabb a tető, és az előrenyúlás pedig hát majdnem 2 méter, hiszen maga a tornác másfél méteres, plusz még a falak. Tehát összességében ez a szolár technikai elv, ez 150-200 éves magyar paraszti építkezési stílusban tökéletesen csillagos ötös szinten érvényesül. Ami már esetleg egy többlet ehhez képest, hogy például a dupla szigetelés üvegek, hát ilyet régen nem lehetett kapni, hogy egy bukóablak azért azt nem akadályozza meg, hogy egy ilyen szolár polcon mondjuk paprika palántákat neveljünk, mert könnyen ki lehet nyitni, be lehet csukni az ablakot, van rajta a szúnyogháló is, ami szintén nem jellemző a hagyományos paraszti portára. Bejöttek a legyek, bejöttek a szúnyogok, pedig 5 forintos költség, tehát ez a szúnyogháló, ez lényegében egy függönyből és Blu-Tech-ből, meg Celluxból van. Tehát majdnem negyed óráig tartott felszerelni, és már 2 éve kitart. Most jellegzetesen a jó hasznosítású tornácok, azok például kiváló üvegházak, kiváló palántanevelők, kiváló szélfogók, kiváló tenőtetni jól át lehet a nevelőterek, igen. Tenőtetni is lehet. Télen azért elég hűvös van, tehát a konzervek, a befőttek nem romlanak meg. Nyáron azért már vigyázni kell, hogy ne maradjanak itt, hanem lehetőleg addig, amíg jut meg, és majd jön a következő. Most amit szeretnék mutatni, csak így futólag, ez a ventilátor, ez már aktív naphasznosításnak számít, mert attól függ, hogy belülről kifele, vagy az ember megfordítsa, és kívülről befele fújja magával a kis 20 wattjával azt a fölmelegített, vagy lehűtött levegőt. Ilyenre mindjárt kitérek, hogy a ház, egy vályokház az hűtő-fűtő aktivitással is rendelkezik, passzivitással is rendelkezik, és ez a egyszerű kis ventilátor a megfelelő irányban, megfelelő időben némi hőt tud terelgetni. Tehát vannak, akik sörkollektort készítenek, jégkollektort készítenek, én meg azt mondom, hogy egy ventilátorról, a tornászról, mert a levegőt egy szobával beljebb toljuk, és akkor ez már aktív naphasznosítás. És a napelemet esetleg érdemesebb a tornász tetejére tenni, egy nagyobb szögbe essen rá a napfény, vagy ez jelentik? A napelemek és a napkollektorok azok már az aktív hasznosításhoz tartoznak. Az aktív naphasznosításnak az a lényege, hogy mit tegyünk a napenergiával akkor, amikor nem akar magától bejönni. Tehát például egész nap tűzi a tetőt a nap, de hát ezt nehéz hasznosítani, mert a cserép az nem napelem.
és viszont este megfürödni szeretnénk. Ehhez kell egy hőtároló, ehhez kell egy hő beforgató berendezés, lényegében egy vízszivattyú, egy keringető szivattyú. Na most, amit itt látunk, nem egy nagy újdonság, egy szolár vízmelegítő, egy napkollektor, mégpedig teljesen házilagosan kivitelezve, tehát nem túl nagy költségvetéssel, és nem túl nagy szakértelemmel. Miből áll? Három lapos radiátorból, megfelelő méretezéssel, két fekete bádoglemezből, meg két üvegtáblából. Az egészet tetőlécek tartják össze, és izolír matracnak a fekete csíkjaival szigeteltük le, hogy azért mégsem legyen túl nagy a hőveszteség. Tehát ez nem egy igazi nagy hőnyereségű kollektor, sík kollektor, nem egy vákum kollektor, nem tud benne fölforni a víz, soha nem volt rá példa, hogy fölfort volna a víz, de azt a funkciót ellátja, hogy amikor nem fűtünk, tehát nem fával termeljük a meleg vizet a fürdéshez, tehát azokban a hónapokban, amikor már nincs fűtési szezon, fűtési idény, például mondjuk ma, süt a nap, és a napkollektor meg fogja termelni a 200 liter 45-50 fokos kellemes fürdővizet. Mi viszi be a hőt, tehát hogy tessékeljük be a hőt, itt nem egy ventilátorral, hanem egy szivattyúval keringetjük az egyébként fagyálló folyadékot a rendszerben. A fagyálló azért kell, mert akárhogy is nézzük, a nap az nem áll mindig rendelkezésre. Télen, nem süt egyáltalán, egy téli éjszaka kialakulhat a napkollektorban mínusz 8, mínusz 10 fok is, nem szabad, hogy szétfagyjon. Na most a tartályrész az egy ilyen spirálos hőátadóval, csőkígyóval ellátott úgynevezett bioszolár boiler. Két csőkígyó van benne, az alsó csőkígyóra működik a napkollektor, tehát ha süt a nap, akkor alulról melegítve van a víz, ha pedig nem süt a nap, akkor a felső csőkígyó még egy olyan 100-120 liter meleg vizet pusztán a kazánnak, egyébként a kemence kazánnak a működtetésével elő tud állítani. Tehát nincs olyan nap az évben, amikor ne lenne meleg víz, mert vagy éppen fűtünk, vagy ha nem fűtünk, akkor megsüt a nap, és ez elég jól összekapcsolódik egymással, mint a cipzár. Ha mondjuk nyáron medárd van, és van egy 5 olyan nap, amikor már kifogyunk a meleg vízből, azért 200 liter meleg vizet, hogyha az ember takarékosan használ, sokáig is eltarthat, de hát közbe-közbe hűl a víz, akkor elképzelhető, hogy egyszer be kell fűteni a kemencébe, olyankor sütünk egy kalácsot, mert a kemencébe, ha sül valami, akkor mellesleg a meleg víz is elkészül. Arra vigyázni kell a szolár bojlereknél, hogy lehetőleg ne legyen automata ráfűtés. Ugye a biomassa kazán az akkor melegít, amikor megrakjuk, amikor gondoljuk, hogy most hideg van és fűteni kell, vagy kalácsot akarunk sütni, de egy gázkazán, vagy egy villanyboiler, az ha látja, hogy leesett a hőmérséklet 32 fokra, akkor elkezd ráfűteni. Ezzel azonnal megakadályozza a napkollektor működését, hiszen a napkollektor a hőmérséklet különbség alapján indul be, és megállapítja, hogy hát itt teli vagyunk meleg vízzel, akkor meg miért kellene fűteni. De még ha beindulna, akkor is csak nagyon rossz hatásfokkal tudná behozni és rövid ideig a hőt, mert egy 45 fokos vízhez 1-2 fokot még hozzáadni sokkal nehezebb, mint egy 32 fokos vízhez 15 fokot hozzáadni. Most a másik, hát az tényleg egy kis bohóc szerkezet, csak azért, hogyha már az ember napenergiáját a tyúkok közben előadják a maguk társas életét, hogyha már az ember megújuló energiákat tanít, akkor tudja mutatni egy napelemet is. A legtöbb napelem az ilyen kékes színű szokott lenni, tehát szilícium táblából készül. Ez szelén alapú, ez fekete színű, nem olyan túl jó hatásfokú, egyetlen akkumulátor töltöget, és amikor süt a nap, akkor az akkumulátor föl van töltve, és lehet róla laptopot tölteni, vagy lámpát működtetni, lényegében ezt a kettőt tudja. Tehát nem mosógépet, centrifugát, hirtifúrót, és ehhez hasonló berendezéseket. Tehát arra ez a rendszer nevetségesen kicsi. Ha viszont építenénk egy olyat, ami egy megfelelő mennyiségű napelem táblával rendelkezik, mondjuk a féltető feketére lenne akkor benapelemezve, mondjuk falusi környezetben már elég feltűnő lenne az ilyen, és ahhoz már akkor nem egy akkumulátor kellene, hanem 5-6-8,
és annak az akkumulátornak már egy komolyabb inverter kell. A felesleget rá kellene termelni a hálózatra, ami megint egy újabb függőséget hoz be. Egyrészt nagyon bizonytalan, milyen áron fogják majd 10 év múlva, 5 év múlva átvenni a napenergiát, tehát az ember kiépít egy villanyórát, ami visszafele is tud számlálni, és kiderül, hogy nem éri meg majd 2018-ban. Ezt én most csak így előrevetítem. A másik, hogyha például ha valaki a hálózatra termel napenergiát, ami egy nagyobb napelemrendszernél már megérheti, még akár anyagilag is, mert elég jó árat fizetnek jelenleg érte, akkor ha a hálózatban kimaradás van, például az idén többször is volt hófúvás, és leszakadtak Magyarországon a vezetékek, olyankor a napelemes rendszer is leállítja magát biztonsági okokból, hogy ne termeljen feleslegesen, vagy ne üsse meg a villanyszerelőt, aki éppen a távvezetéket akarja kijavítani. Na most vannak azért nagyon okos inverterek, amik még azt a funkciót is tudják, hogyha leesik a hálózatról a rendszer, akkor átmegy automatikusan a szigetüzemmódba, tehát a napelemes rendszer egyben szünetmentes táp is, de ezek méreg drágák. Tehát ez már az igazi luxus, hogy ha akarom, akkor a napenergiával, ha akarom, akkor a fosszilis energiával elő tudok állítani magamnak valamilyen érdekes keveréket. Én viszont azt mondom, hogy amennyire lehet a napenergiával is, vagy a fosszilis energiával különösen takarékoskodni kell, a legmegújulóbb energia az el nem fogyasztott energia, ez közhely, és amit viszont megújulóból termelünk, azt lehetőleg minél hamarabb felhasználni. Tehát amikor például süt a nap, akkor ne felejtsük el, hogy a laptopot ebbe a töltőbe érdemes beletugni, mert akkor ez a töltő legalább zöld árammal működteti a laptopot. Én abban reménykedem, hogy augusztusra már a laptop akkumulátorából az utolsó fosszilis elektront is ki fogjuk mosni, és csak szolár energiával lesz a laptop működtetve. Nyilván, hogyha az ember nem jár be az egyetemre, és minden nap a napenergiával tölti júniustól augusztusig, akkor erre nagyjából ilyen fizikai becslést is lehet tenni, hogy kicserélődtek az elektronok. Na most itt látszik, hogy a ház jó tájolású, az délután 3 óra van, és már csak nagyon laposan éri a háznak a portáját, a udvari frontját a napsütés. És ha egy kicsit közelebb megyünk, akkor látjuk, hogy itt bizony már évtizedek óta, ugye a parasztgazdáknak ezt nem kellett tanítani, hogy a jó naphasznosítású, jó tájolású, déli, délkeleti tájolású házoknak a portája elé ugye szőlőt kell ültetni. Általában nem is vadszőlőt ültettek, mert azt nem lehet megenni, hanem közönséges kékszőlőket. Ezek hamar megnőnek, tavasszal nagyon szép világos a tornác, utána nyáron hirtelen minden bezöldül, szinte egy lugasban érzi magát az ember, és ősszel viszont hát elég barbár módon, de ablakokat vágunk a szüret után a szőlőnek a maradék leveleibe, hát hogy mégis azért egy kis fény jöjjön be. Tehát nagyjából egy olyan modernizált, hagyományos, klasszikus, tradicionális naphasznosítás folyik, tehát ahol lehet, valóban használjuk az ilyen kis trükköket, hogy az északi oldalra inkább fenyőféléket kell ültetni, meg örökzöldeket, a déli oldalra pedig lehetőleg gyümölcsfákat, mert azok nem nőnek túl magasra. Ha nagyon magasra nő egy fa, akkor már a napelemet napkollektor beárnyékolja. Tehát az egy ellentmondás, hogy egy háznak jó legyen a naphasznosítása, de ugyanakkor, amikor kilépek, ott ne tűzzön a nap. Hát persze, mert oda tűz, mert ha leárnyékoljuk. Most ezt az ellentmondást oldja meg a például a lila akác, ami ott lett elültetve, és benövi a ház egyik oldalát, meg a szőlő rugas, ami benövi az ablakokat, és onnantól kezdve nagyon érdekes, hogy nyáron 38 fokos melegben belép az ember a tornácra, és hűvös van. Aztán onnan, ha beljebb megy, akkor már ott egészen hűvös van. És hát egyszer volt ilyen nagyon nagy rekord, amikor már úgy gondoltam, hogy hát ez tényleg embertelen, egy klímaberendezésre volna szükség. Hát csak annyit tettem, hogy egy szivacsot leterítettem a pitvarban a kövezetre, letettem a laptopot, elkezdtem dolgozni, és 5 perc múlva vacogtam. Tehát, hogy a kövezet irányából nyáron igen komoly hűtőhatás van, egyszer lejjebb kell költözni. Tehát, ha egy vályogházban valaki fázni akar, akkor egy fél méterrel üljön lejjebb,
és feküdjön le a földre, és ott már fázni fog. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor mondjuk beborítanánk ezt a féltetőt napelemekkel, azok esetleg nem lennének túl kopogósak, hogyha szakad az eső éppen, vagy jég esik. Hát inkább drága lenne, tehát akár napkollektorral próbálnánk ennél több négyzetmétert beborítani, de nincs rá szükség, tehát annyi négyzetméter kell, ahány fős a család, nem vagyunk most túl sokan, mert a gyerekek fölnőttek. Napelemekkel korlátlan mennyiséget be lehetne borítani. Inkább az a probléma, hiszen hát a jégeső az kopog a cserépen is, hogy ne törjön el, hogy ne ázzon be, ne menjen tönkre a napelem. Hát ezek már elég sokat kibírtak, ezen a napkollektoron 5 mm-es üveg van, középen nincsen összeragasztva, tehát ott elvileg van egy vágás. Szerintem az egy picit javít az ütésállóságon, tehát egy nagyobb egybefüggő üvegnek könnyebben letörik a sarka, vagy könnyebben kialakulnak feszültségek. Ott van egy kis hőveszteség, de mint az előbb mondtam, a napkollektornak nem kell 100%-osnak lennie. Tehát elegendő, ha csak akkor működik, amikor tényleg süt a nap, és nem a szórt fényt akarjuk hasznosítani. Nem lehetne az üveget helyettesíteni esetleg plexivel? Plexivel nem, de van ez az úgynevezett üreges, transzparens hőszigetelés, egy ilyen polikarbonát lemez lehet kapni, valamivel olcsóbb, mint az üveg, hát ronda, meg a szél megrázza, tehát én inkább azt mondom, hogy az üveget. Sajnos 25 ezer forint az üveg, az a legdrágább az egész szerkezetben. Most a napelemeknél, hát az is kapott már jégesőt, mivel kicsi a felület, egyébként olyan nagy kár nem esett, tehát nem tört el semmi, de mondjuk, ha valakinek van egy 25 négyzetméter napelem, ami már milliós nagyságrendű dolog, és ő abba egyszer beleruházott, és utána kiderül, hogy hát mégiscsak jött az a jégeső, és nem csak a napelemet, de még a redőnyt, meg az ablakokat is betördelte, hát akkor tényleg az embernek most biztosítást kell kötni. A fő szabály az az, hogy bármiféle megújuló energiás szerkezetre egy vagyon biztosítást kötni, hiszen nem tudják a biztosítók előre, hogy még mi várható, milyen lesz a klímaváltozás, milyen viharok lesznek. A legjobb, hogyha az ember inkább kisebb összegeket kockáztat, tehát én nem tennék föl a tetőre hatalmas napelem táblákat, mert a biztosítást nem tudnám kifizetni, a kockázatot viszont nehéz lenne vállalni, hogy most mi, hogyha egyszer az egész összetörik, és az, akkor kidobhatjuk. Hát ennyit azért tudok vállalni kockázatnak, hogy ez talán nem egy olyan nagy összeg, tényleg ajándékba kaptuk egyébként, és hát egy akkumulátort töltögetünk vele. Spanelházak, vagy esetleg tömbházak esetén, hogy lehetne ezeket kivitelezni, hogy valami hasonló? Hát ugye a paneloknál egész másként viselkedik a déli oldal. A déli oldalnak inkább túl nagy a hőnyeressége, tehát arra kellene törekedni, hogy az ablakok elé valamilyen árnyékoló szerkezetet, most az lehet zsalugátor, és zsalugátor nyilván az városi környezetben furcsa lenne, de vannak ilyen ferde árnyékoló szerkezetek, amik egészen az ablak közepéig lelógnak. Most le a 8. emeletről az utcára le lehet látni, viszont megvédi az ablakot a tűzőnaptól, a jégesőtől és még sok mindentől, vagy hát a közönséges redőnyök, rólók is. Ott arra kell vigyázni, hogy oda kell figyelni a hő ingadozás jellegére. Tehát amikor meleg van, le kell húzni a redőnyt. Amikor lement a nap, elkezd lehűlni a levegő, akit kell szellőztetni. A vályogház is úgy működik helyesen, hogyha éjszaka nyáron, ha éjszaka beeresztjük a hideget, és nappal pedig minél jobban bezárkózunk. Tehát egy nappali szellőztetés az éppen azt a klímát, azt az érzést veszi el az embertől, hogy na itt magától hideg van. Tehát nem kell zakatolnia egy klímaberendezésnek, hanem egy vályogház az magától is hideg tud lenni. Az, hogy itt a tornász le van hőszigetelve, az ehhez egy külön ajándék. Tehát ha hideget beengedtük, akkor a hideget bent tartja, ha a meleget akarjuk bent tartani, akkor a hőszigetelés abban is segít. Ennyivel tudunk túllépni a 20. századi vagy a 19. századi paraszti technikán. Én azt mondom, hogy ez a 21. 22. századnak a technikája.
Ami elég furcsa, hogy valaki egy vályogházról azt mondja, a 21. és 22. század technikája, én ezt vállalom és bebizonyítom. Tehát, hogy ez tényleg egy tudományos állítás, hogy valószínűleg nem a 100 emeletes házak irányába lehet és kell és érdemes haladni, hanem az élhető házak, udvar, kertkapcsolat, gyerekek, állatok, tó, növények, fák, gyümölcsök, tehát hogy nagyjából egy ilyen környezetben érzi jól magát az ember, és nem pedig egy panelháznak a 9. szintje, vagy pár a 10. szinten, ahol a lapos tető az tényleg nagyon erősen föl tud forrósodni, és hát elég nehéz elképzelni, hogy 10. emeleten milyen állapotok alakulnak ki egy nyári nagy hőségben. Fosszilis és megújuló energia elfogyasztása után most ezzel nem dicsekszem, hanem számolok. Tehát, hogy ez a fosszilis energia, ez mennyi is volt. Rátérhetünk a megújuló energiás, napelemes, elektromos, alternatív hálózatnak, mikrogridnek, hát nagyon elengzősen fogalmazva, az elemzésére. Ez az egyetlen konnektor működik napelemről. Meg pedig a titka egy közönséges autós inverter, amelyet, hogyha fölkapcsolunk, bekapcsolva nem érdemes hagyni, mert akkor lemeríti az akkumulátort. Fölgyullad egy lámpa, amelynél én olvasgatni szoktam. És ez a lámpa természetesen már valamelyest energiatakarékos, nem ledes, de kompakt fényű, ugyanis egyszer egy 40 wattos izzóval próbáltuk, és azzal csak pár percig működött. Úgyhogy ha az ember azt szeretné, hogy működjön tovább is, akkor nem árt, hogyha gondolkodik és takarékoskodik az energiával. Ugye látszik, hogy ez a napelemes konnektor, ez 4 dugasszal rendelkezik, hát éppenséggel beledugdoshatunk ezt-azt, vajon bírja-e, meghajtja-e a hangszórókat, vagy a laptopot, hát kiderül, hogy igen, meghajtja, mégsem oda van bedugva, mert hát nem kellemes, hogyha pont este 8-kor, vagy már hamarabb, ilyen téli időben 4:30-kor kimerül az akkumulátor. Nézzük meg, hogy mi van e mögött, a berendezés mögött. Látszik, hogy mindent rá lehetett dugni, hát tettem a fosszilis konnektorból, a megújuló energiás konnektorba. Némi kis erőködése a laptopot is meghajtja. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a csatlakoztatáskor azért lerántotta a feszültséget, hiszen a laptopok töltőjében van egy simító kondenzátor is. Nézzük meg, hogy a szkenner szkennele. Hát akkor nézzük a szkennert. Kicsit lassú, de ez nem a feszültségen múlik, hanem magán a számítógépen. Akkor nézzük a szkennelést, kijelöljük a szkennert, látszik, hogy lassan beindul a lámpa bemelegítése, és azután 50 watttal fölzúg a szkenner, látszik, hogy a napelemes konnektorról megy, ég még a lámpa, és ha ezt sokáig csinálnánk, mondjuk egy 100 oldalas könyvet szeretnénk beszkennelni, és nem csak egy ilyen egyoldalas dalszöveget, akkor valószínűleg már az inverter elkezdene sipákolni, hiszen ez összesen annyit tud, mint ami a mögéje elhelyezett napelemes akkumulátoros rendszer, amit mindjárt megnézünk. Az majdnem biztos, hogy egy napelemes lámpát az ember nem felejt bekapcsolva, vagy mondjuk, hogyha mechanikai energiával, saját izomerejével állítja elő ezt a néhány wattot, amihez a fluoreszcens izzóhoz kell, akkor nem felejti a lábát betekerve. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy miközben megyek ki a szobámból, azért bedugom a töltőre, a fosszilis energiájú hálózatba a laptopot, hogy előadást tudjak tartani róla az egyetemen. Kifele menet még bemutatok néhány eszközt, de ezt majd az előadáson is láthatják. Az egyik például egy szigorúan napelemes lámpa. Azt lehet mondani, hogy fél éve a napelemes akkumulátorról működtetjük ezzel a töltővel,
Tehát ebből is látszik, hogy ebben már minden elektron kicserélődött, és amilyen fotonok kijönnek belőle, az már egészen biztosan megújuló energiából keletkezett és származott. Hasonlóan működik mondjuk a fejlámpa is, aminek nem annyira a napelemes töltése, inkább a hatékonysága fontos, de gyakorlatilag fejlámpaként, vagy nyakba vehető lámpaként világít nekünk ott is, ahol egyébként 100 vagy 200 watttal termelnénk meg ugyanezt a fényt, esténként, nappal pedig ingyen süt a nap. A fejlámpát se szoktuk bekapcsolva felejteni, különösen, hogyha ilyen intenzíven elkezd villogni, pedig ez fosszilis energiával működik. Egy megújuló energiás rendszernek a szíve lelke, ugye a szabályzó, ami bár ilyen picike, itt ebben a régi villanyóra dobozban van elhelyezve, de azért 4500 forintot elkérnek érte, hogy ne töltődjön túl az akkumulátor, és ez az akkumulátor pedig 10.000 kemény forintba került, a legkisebb autóakkumulátor, ami létezik, és erről működik a túloldali szobában bemutatott inverter, továbbá most 12 volttal az egyik zseblámpát is töltjük róla, amit Tornai Árpi készített nekünk. Ilyenkor töltőüzemmódban a zseblámpa nem működik, de működik ezek szerint. A töltést pedig itt kapja. Tehát, hogyha nagyon korrektül nézzük, akkor ez egy alternatív hálózat, mert 220 voltos és 12 voltos része is van. A 12 voltot ezzel a feje tetejére állított műszerrel időnként le is lehet olvasni, ami most exaktul 12,32 volt, csak azért mutat 19-et, mert ez egy kínai gyártmányú berendezés és pixelhibás. A zseblámpa már föl is töltődött, ezt a töltésjelző mutatja, úgyhogy leakasztjuk erről a 12 voltos töltőről, és használatba vesszük a lámpát. De vajon hogyan lehetséges, hogy tölt a töltő, amikor odakint hófúvás van, és a napelemen, amit most így nem tudok bemutatni, hó van, hát ez bizony a hón átszűrődő szórt fény, tehát a nap nem süt, az ég fedett, és amennyi fény átjut a havon, az néhány tized watttal tölti az akkumulátort. Nem jelentős. Nem jelentős. Tehát itt nyáron ez a fél négyzetméternél is kevesebb napelem, az három nap alatt tölti föl teljesen az akkumulátort, télen meg egy hét alatt, tehát ennyivel lehet gazdálkodni. Ha pedig ott körülnézünk, a napkollektoron kevesebb a hó, de hát ilyen körülmények között benne a fagyálló dolgozik, nem hoz ez be semmilyen meleget, a melegvizet, a fűtést, azt most a kemence biztosítja télen. Ez a kemence, aminek most egy begyújtását a vicc kedvéért megmutatom, aztán legfeljebb, ha nem sikerül, kivágom. Kihamuzunk. Itt azért annyi parás, hogy ez akár újra is gyulladna, de azért egy biztonság kedvére egy gyújtós kockát fogok használni. Egyébként nagyon jó paraméterekkel rendelkezik ez a kemence, szinte semmit nem szennyez, és nagyon tökéletesen ég. Részben azért, mert tiszta fát, részben pedig azért, mert gyújtóst és gyújtós kockát és biobrikettet használunk. Ezek a tüzelőanyagok, itt találhatók a szomszéd helységben, a fürdőszoba mellett, tehát lényegében ezekben a dobozokban biobriket van, ilyen hengeres fajta, nem túl nagy ez a biobriket, de nagyon jól gyullad és sok hőt ad, illetőleg hát itt van a laprófa is, amiből ez egy olyan 3-4 napi mennyiség, tehát nem nagyon pazarlunk. No, akkor nézzük azt a villámgyors begyújtást. Ez itt a gyújtós kocka. Ez valami fűrészpor és lenolaj keveréke, elég jól gyullad. Van ennél jobb minőségű gyújtós kockánk is.
Hát bedobáljuk a fát. Néha szórakozásból szoktuk gyűjteni ezeket a apró gyújtós szilánkokat, amelyek a kályha tetején megszáradva olyan prima gyújtást tesznek lehetővé. Hadd menjenek be a biobrikettek is. Még rakok rá gyújtós kockát. Néhány további biobrikettet. Itt jó lesz ez. Ide is teszek egy biobrikettet, ide rá egy kis apró fát. És ennyi. Exaktul ennyi a gyújtás. Használjuk még ezt a gázöngyújtót. Néhány gyújtós kocka, ha még ide befér, akkor megpréselően vigyázni kell, hogy a gyújtós kocka, illetve a biobrikett az tágul. Most azért nem exaktul ennyi, mert van itt nekünk még egy trükkünk, egy ilyen fosszilis rákújó készülék, amivel megindítjuk nagyon itten az égést. Ezt a csoda szerkezetet, ezt a fújtatót egy időkapcsoló kapcsolja be és ki. Lehet hallani, hogy negyed órán keresztül ezzel a zajjal jár, és dübörögve fog égni a tűz. Megy a keringető szivattyú, kinyitom a melegvíztartályt, 43 fokos a víz. Ez most lehetséges, hogy le fog fűlni 35 fokra, majd fölmelegszik 55-re. Itt vannak ezek a jó kis apró fák, amivel olyan kiválóan lehet gyújtani. Közben egy kicsit leállítottam a ráfújást, hogy tudjak filmezni. Hát ez az a csoda, amit mindenki meg szokott nézni nálunk, a Blue Buddy, vagy fűrészporos WC, vagy kakoár. Ugye, tehát ebben fűrészpor hozzáadásával a legnemesebb emberi kakamaradványok vannak. Ez most már szinte megtelt, de főként egyébként nem fűrészporral, meg kakaóval van tele, hanem hamuval. Tehát a kihűlt hamut is rászórjuk, azt úgy is ki kellene vinni hetente egyszer. Hát hetente egyszer, akkor hamuval együtt mindent kiviszünk. Tehát ez nem egy szennyes tartó, illetőleg hát valamilyen értelemben szennyes tartalmaz, de ez kint a komposztban átalakul humusszá. És például a biobriketnek a pora az egy olyan kiváló fűrészpor, amivel egész télen szoktuk ezt a berendezést etetni, nyáron pedig egyéb anyagokkal, forgáccsal, papír, aprítékkal, földdel, fűrészporral, hamuval, homokkal, tehát bármit rá lehet szólni, mondjuk a legjobb azért a forgács, meg a hamu, meg a fűrészpor. Hogyan lehet ezt kiüríteni? Meleg vizet viszel a mosogatáshoz, és látszik, hogy a csap alatt pedig van egy vödör, amiben az egyébként elfolyó vizet is gyűjtjük, tehát ha véletlenül WC-t kell leönteni, mert azért van itt egy vendég WC, akkor ahhoz ilyen vizet lehet használni, és csak nagyon ritkán kell beindítani a szivattyút, amit most direkt azért beindítok, hogy hallani lehessen, hogy micsoda hangja van. Hát ilyen szivattyú mellett az ember nem szívesen használ sok vizet. A szivattyú sajnos betegez már a kínai gyártmány, és ez pedig az a meleg víz, ami még tegnap a fűtés során amúgy is megmelegedett, és ezzel lehet mosogatni, oda lehetne vezetni a mosogatóba, és akkor megkívülne. Látszik, hogy ez a kakaó olyan, mint egy fiókos szekrény, aminek elszívója van, ha rajta ülünk, akkor szokott ez működni. Hát úgy kell csinálni, hogy ki kell húzni a fiókot, és akkor a fedő ráesik. Hát ennyi volt a nagy trükk.
kifele menet, van ez a másik ilyen kék csoda, ez az esővíz gyűjtő, ami most szintén téli álmot alszik, csak remélni tudom, hogy nem fog szétrepedni, mert a legutóbbi olvadáskor már megtelt vízzel és befagyott a csapja, úgyhogy hát ebben most egyre növekszik a nyomás, ahogy hűl az idő, és ezt pedig most akkor kivisszük. Hát ne gondolja azt az ember, hogy sokat kell kivinni, mert hetente egyszer, ugyanakkor viszont a tyúkokhoz, megetetni őket a tojásokért, meleg vizet adni a tyúkoknak, naponta kétszer is ki kell menni. Látszik, hogy ők is meghálálják, hatalmas tojásokat tojnak, napi 5-6-7 darabot. Amit bemutattam itt a dühöngő szélrohamok közepette, az lényegében egy falusi háztartás, talán egy kicsivel föltuningolva, egy kicsivel nagyobb tartalékokkal rendelkezik, hiszen ez itt például 4 évre való fa mennyiség, és minden évben vásárolunk hozzá még egy kicsit, és növeljük a mennyiségét, vagy az akkumulátoros rendszer, ha másra nem arra, hogy egy napon keresztül ellásson minimális fogyasztókat, vagy a két kémény, a kemence és a kályha, a kemence által melegített víz olyan kényelmet és biztonságot és tartalékokat nyújt, ami azért nem minden vidéki háztartásban van jelen, de sok pénzbe viszont nem kerül, mert pedagógus fizetésből kell mindezt biztosítani. Na, te is jössz? Adsz nekünk egy tojást? Itt bújnak elő a farakás alól. Azt hiszik, hogy most ők kapnak valami jót, pedig ez egyszerűen csak a kakaóár ürítése. Itt van egy ilyen lefedett rész, ezt fölnyitom. Lényegében egy elkülönített komposztról van szó. Látszik, hogy fűrészporból meg hamuból áll. És a lényeg a lényeg. Ennyi. Egy mozdulat,